Szeretettel beszél új kiállításáról Kis Mária, a Bodroghalomban élő amatőr festő, aki 2 év kihagyás után új festményeit mutatja be a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Kis Mária önállóan, saját belső indíttatás miatt fogott ecsetet, és mint oly sokan, először a realista, impresszionista ábrázolás állt hozzá legközelebb. 13 évig csiszolta, fejlesztette, képezte magát ebben a stílusban, számos alkotótáborban járt, szívesen tanult más festőművészektől. Néhány évvel ezelőtt azonban úgy érezte, kipróbálja magát a festészet másságaiban is. Kísérletezett és tanult, ennek az időnek a munkáit a Megújulás című tárlatában mutatja be most a Sátoraljaújhelyi közönségnek. Már nem hasonlít a realista festészethez, egy teljesen új. Azt szokták mondani, hogy ugyanúgy, mint a realista festészetben az ember önmagát próbálja kifejezni, itt a színek segítségével próbálunk valami újat alkotni. Mindig a művész belső lelki világát ábrázolják a színek tulajdonképpen, amivel éppen dolgozik. A technika is nagyon sok oldalú. Repesztéses technika, pontfestészet, tehát ezennyi része van, és én itt mindegyikbe belekóstoltam egy kicsit. A most bemutatott képek első benyomásra egy színes, sokfelé nyitott ember tükröznek. Kis Mária szerint számára az a legjobb, ha a festményei megérintik a befogadót, és hangulatuknak, állapotuknak megfelelően alakítják ki magukban a nézők, a látottakat. Azt hiszem, hogy minden művész úgy van, hogy egy idő után eltelítődik a régi dolgokkal is, valami újat keres, mindig megpróbál megújulni, új dolgokat hozni is. Én szeretném azt, hogy minden ember számára szemed gyönyörködtető legyen, lélekhez érő, lásson benne valamit, és ő is feltöltődjön belőle. A kiállítás május végéig tekinthető meg a Könyvtár Mini Galériájában.